Köszöntöm nézőinket, önök a híradót látják. Lássuk mai témáinkat röviden. Folyamatban van a Budai úti bölcsőde felújítása. Városrendészet, illegális vasgyűjtőket fogtak a Csalogány utcában. Szent László és Magyarország, újra lesz Szent Korona konferencia a Faluházban. Június óta folyamatosan dolgoznak a Budai úti bölcsőde felújításán, csaknem teljes körűen megújul az épület. Az intézményt energetikailag korszerűsítik, és a tetőszerkezetet is lecserélik. Szeptembertől pedig új bejáraton közlekedhetnek a gyerekek és a szülők. A bölcsőde épülete közel 100 éves, korábban családi ház volt. Az elmúlt évtizedekben nem történt rajta nagyobb felújítás. A projekt 50 millió forintból valósul meg, 36 millió forintot külső költségvetési forrás biztosít, fennmaradó összeget pedig az önkormányzat adja. Az intézmény a beruházásnak köszönhetően kívülbelül megújul. Az épületnek a tetőszerkezetének a cseréjét, a szigetelését, a fűtéskorszerűsítést, a külső homozati hőszigetelést a házon, utána a színezését ennek a háznak, bizonyos helyeken nyilázáró cserét, a Budai úton egy új bejáratnak az létesítését foglalja magában, a konyhának az átépítését, a fürdőszobáknak az átépítését, a falban a csövek cseréjét. Az intézményre folyamatosan költöttünk az elmúlt időszakban is, nyilázárokat cseréltünk a Budai úton, itt is lett különböző olyan vízes rendszer cserélve, ami nagyon kellett, de komplex felújítás nem. Ez az épület most ugye zárva van, innen a gyermekek a Májva utcai bölcsődékben lettek elhelyezve, akiket el kellett helyeznünk, az az épület most itt van és dolgozik. A városvezetés kiemelt figyelemmel támogatja a jövő nemzedékét, ezért folyamatosan végeznek felújításokat a város köznevelési intézményein. A korszerűsítés mérföldkő Budakalász életében és a bölcsödében is jelentős változásokat hoz majd. Energiahatékonyság szempontjából sokkal jobb működést és gazdaságilag hatékonyabb, azaz olcsóbb rezsiköltségeket fog produkálni az intézmény. Nem beszélve arról, hogy egy kicsit belül is felújul, hiszen a villanyvezetékek, fürdőszoba mind felújításra kerül, és a gyerekeknek egy új környezetben, egy festett, átrendezett, új burkolatot kapott épületben mindenféleképpen színvonalasabb ellátást tud nyújtani. Egy új bejáratot nyit a homlokzaton a gyerekek, szülők, illetve a dolgozók számára, mint bejárati lehetősége. Megoldódik ezzel egy olyan probléma, hogy nem a szomszéddal közös szolgálmi úton jönnek a szülők és a gyermekek, ami hál' Istennek a szomszédoknak, a toleranciájának köszönhetően nagy problémát soha nem okozott, de azt is meg kell érteni, hogy az idősödő szomszédoknak a türelme azért véges, és az ő nyugalmuk, békességük érdekében úgy gondoltuk, és hát egyébként is az intézmény jellegéhez adódóan egy főbejárat nyitása mindenféleképp szükségszerű. Az, hogy a városban már szinte az elmúlt években hagyomány és szokás, hogy szinte valamennyi köznevelési, közoktatási, közművelési intézmény évről évre újul, szépül, így az óvodák mellett a bölcsőde is most egy új köntöst kap, és úgy gondoljuk, hogy ezzel méltóbb is a város kertvárosias, ófalusias jellegéből, a jellegéhez adódóan, és a gyerekek is örömmel szívesen jönnek majd ide szeptembertől. A szülők is örömmel fogadták a felújítás hírét. Nagyon örülök neki, mert nagyon aktuális volt, hogy az a kis elavult pici épületet felújítsák. Nagyon nagy a különbség a mostani Májva utcai bölcs és a régi budai bölcs között, tehát ez nagyon jó most már, hogy megérett ez az elhatározás, hogy fel kell újítani. A gondozók is talán jobban el fognak férni, meg a bejutás az épületbe jobban meg lesz oldva, hogy nem egy családi ház, egy nénivel osztozkodnak a bejáraton, az a néni is nyugodtabban fog élni, és biztos zártabb lesz a bölcső. Az átadás augusztus végére várható, így a gyerekek már szeptembertől birtokba vehetik a megújult épületet. A munkálatok időtartama alatt a Májva utcai bölcsőde biztosít férőhelyet és napközbeni ellátást a kicsiknek.
A közelmúltban több alkalommal is fényderült arra, hogy vashulladékot gyűjtő csoportok járják Budakalász utcáit. Ez a tevékenység a városban engedélyköteles, ezért a hozzájárulás nélkül végzett vasgyűjtés szabálysértésnek minősül. Az önkormányzat tegnap tette közzé hivatalos Facebook oldalán, hogy ismét illegális vasgyűjtők jelentek meg Budakalászon. A csoportot a Csalogány utcában fogták meg a rendészek, akik lakossági bejelentés alapján érkeztek a helyszínre. A városrendészet továbbra is számít a lakosság együttműködésére. A budakalászi városrendészetet probléma esetén a képernyőn látható telefonszámon lehet elérni. Számos közlekedési baleset történt Pest megyében az elmúlt 24 órában. A police.hu tájékoztatása szerint összesen 17 helyszínen intézkedtek a rendőrök. A balesetek következtében 5-en súlyos, egy személy könnyű sérülés szenvedett, és 11 baleset végződött anyagi kárral. A Pest megyei rendőrfőkapitányság továbbra is arra figyelmezteti a közlekedőket, hogy óvatosan és körültekintően vezessenek. Újra rendez Szent Korona konferenciát a Szent Korona Országért Alapítvány. Az eseményt a Kós Károly Művelődési Házban tartják július 28-án és 29-én, ahol Szent Lászlóról szóló történelmi előadások, íjászat és borkóstoló is várja az érdeklődőket. Ingyenesen látogatható a Szent Korona Országáért Alapítvány rendezvénye, amelyet ezúttal is a Faluházban rendeznek meg. Kicsik és nagyok is megtalálják a számukra érdekes programot az eseményen. A Kós Károly Művelődési Központtal nagyon régóta van az együttműködésünk, és hát vannak a Szent Korona délutánok, egyébként pedig az évente megrendezése kerül a Szent Korona konferencia két ünnep között december 27-28-29, amikor nem is tudom miért, de mindig nagyon nagy tömeg van. És általában úgy van, hogy negyed évente szoktunk nagyobb rendezvényt csinálni, mert egyébként közben havonta van egy ilyen elnevezésű rendezvényünk, hogy a Szent Korona délutánok. Most még mielőtt tovább mennék, azt el kell, hogy mondjam, és illendő is, hogy elmondjam, hogy ugye ez egy ingyenes rendezvény lesz a 28-29, tehát nem kell senkinek belépőt fizetnie, de ez csak úgy mehet egyébként ingyenessé, hogy egyrészt van a művelődési központtól egy fogadókészség, és meg kell, hogy mondjam, hogy én nagyon örülök, hogy a Benko Attiláék ennyire, és a háznak az összes dolgozójának én hálás vagyok, mert egész egyszerűen nekünk, az alapítványnak egy második otthona ez a helyreink. A negyed évente tehát egyrészt van a Szent Korona konferencia, van a Grál nap, ami most már a harmadik vagy negyedik alkalommal lesz megrendezésre áprilisban, a Szent György napja környékén. Aztán van egy nyáron, ilyen július 28, egyébként eleve eredetileg a Nándorfehérvári diadal környékére akartok rakni a programokat, és van egy ősszel, van az alapítványnak egy könyvkiadója, amit úgy hívnak, hogy Archiregnum, és az Archiregnum könyvkiadónak egy napja lesz. Péntek este egy különleges műsort is megtekinthet majd a közönség. Ekkor lesz ugyanis a Válaszút zenekar Bátorság, bátorság, mit az Isten adott elnevezésű koncertje, melyben az alapítvány elnöke is közreműködik. Én Tibor előadásait régóta követem, nem ismertük egymást, én már akkor tudtam, hogy mivel foglalkozik, illetve hogy miben munkálkodik. Nagyon boldog voltam. Nem mondom azt, hogy egyből igent mondtam, mert nem így történt, mert rengeteg dolgot csinálok emellett. P-mobil zenekarban is tevékenykedem, tanítok, illetve egyéb más dolgokat is csinálok. Úgyhogy meg kellett gondolnom, hogy jut erre időm. De nem kellett sokáig gondolkodni, mert úgy gondolom, hogy egy értékes dolgot tudunk csinálni. A koncerten 14 dal hangzik majd el, és címének megfelelően a bátorság, mint érték kerül a középpontba. Bizonyos szempontból egy nagyon szép költői mű jött létre. Nem azért, mert mi írtuk, de tényleg így van. Úgy van megcsinálva, hogy egy folyamatos, szinte már azt mondom, hogy balladaszerű az egész, és mind Szent Lászlóról szól, de úgy is, hogy a mai fiataloknak is, mert nekem az volt a feltevésem, hogy ha aki a népzenével foglalkozik, néptánccal, az már valahogy fordult a mi múltunk felé. De azok a fiatalok, akik nem találkoztak sohasem, azokat a rokon keresztül talán úgy, mint a mézbe adott orvosság, elvonzani. A július 28-29-én megrendezendő Szent Korona konferencia további részleteiről még többet megtudhatnak Kultúrcseppek című magazin műsorunk holnapi adásából.
Híradónk végén a várható időjárásról. Pénteken országszerte több órás napsütés várható, változó felhőzet mellett. Elsősorban az északi megyékben alakulhat ki zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között várható. Ennyi volt mára a Híradó, de maradjanak velünk továbbra is. A folytatásban a Fogadó Úra című műsorunk következik. Híradóval legközelebb, holnap este 6 órakor jelentkezünk és várjuk Önöket. Addig is visszanézhetik korábbi műsorainkat a www.vkctv.hu oldalon, ahol követhetik online élőadásunkat is. Ne felejtsék el, csatlakozhatnak hozzánk a Facebookon, ahol minden nap friss híreket olvashatnak. Mára ennyi volt a Híradó. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!